Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni ez a három kérdés? Mielőtt rátérnék a jóslásra és elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, nekem is van egy üzenetem. Az akciós jóslás még mindig megrendelhető. Ez egy olyan húsvéti akció volt. A téma az, hogy mi blokkolja a párkapcsolatotokat, vagy mi blokkol téged, hogy találkozz a lelki társaddal, vagy társnőddel. Ez egy kirakás, tehát kártyákból, sőt mondhatod azt is, hogy melyik kártyát szeretnéd, a kirakáshoz, azon kívül jön hozzá egy asztrológiai elemzés az indiai asztrológia szerint, ahol megnézzük azt, hogy mi blokkolja a párkapcsolatot, és mit tudnál ezen javítani. A díjam ennél az akciónál 6000 forint. Ebben benne van a kirakás és az asztrológia is. E-mailen keresztül megrendelhető. És most rátérek erre a jóslásra. Az első kérdés az, hogy mi az ő gondolata, mik az ő tervei. Itt látható ez az örvendezés. Ez jelenti a jó gondolatokat, pozitív gondolatokat, megvan a hite, hisz abban, hogy lesz egy találkozás, egy örvendezés. Az is lehet, hogy tervez valamit, és lesz egy meghívás, egy ünnepség, és itt van zene és tánc, tehát ez is hozzátartozik a terveihez. A második kérdés pedig az lenne, hogy mit, hogyan érez, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható az állandóság, tehát számára fontos egy stabil párkapcsolatnak a kiépítése. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható ez a gyermek, utal az ártatlanságra. Jelenteti a gyermekeket is, vagy a családot, vagy a munkát gyermekekkel, amit ez a kártya még szimbolikusan jelent, ezek az újdonságok, vagy egy új kezdet. A negyedik kártya ott középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ezen a gyönyörű képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy itt egy sors kapcsolatról van szó, hiszen minden úgy alakult, és úgy fog alakulni a jövőben is, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Persze jelenthet egy spirituális területet, és lehet, hogy ez az érteklődés részéről is, ez is összeköt benneteket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!